Hello, sziasztok, elektromos autóteszt. De ez nem az, hogy hogy megy, meg ilyenek, hanem ott van az a kis érték, hogy 120 km tudsz vele menni, és csak úgy egy helyben állunk, és bekapcsoljuk ugye a fűtést, mondjuk mind a két ülésfűtést, és akkor egy kicsit várunk, hogy ez úgy milyen hamar eszi meg a kilométereket itt igazából, az a lényeg. És láttátok, hogy már csak 119, ugye kicsit úgy előcsöröksz, úgy valahol nem is téli hideg van, mert azért 14 fok van most ott kint, és azért valamelyest fűtögetsz. Ez még nincs is minden bekapcsolva, szóval nincs ilyen, hogy tompitolt vagy világítás is rátéve, esetleg még azt is rátesszük most akkor, legyen. Legyen akkor, most rajt van a világítás is. Meg mivel esik, ezért tudjuk járatni egy kicsit az ablaktörlőt is. Úgy néha-néha. Már ez esőérzékelős, úgyhogy egy kicsit nehéz rábeszélni, vagy vízérzékelős. Nehéz rábeszélni a dologra. De a lényeg az, hogy fogynak a kilométerek alólad. Úgyhogy egy helybe állsz. És azt akarom még megvárni, hogy mennyi idő a következő kilométerig. Mert akkor egy reál időben videóba követhető lenne. Amúgy is rövid a hatótáva ennek az adott járműnek, most teljesen mindegy, hogy itt 130 km max, amire föl tudjuk tölteni, de nem is ez a gond, hanem hogy télen, amikor még ennél nagyobb a fűtésigény, vagy esetleg klímát használsz, vagy bármi mást még. Azért egy kilométerbe van fűtés. Fűtés perc. Csak hát igazából nem tudom, hogy hány perc alatt nem fogyná meg, hogyha mondjuk elakadsz egy hóviharban. Akkor ugye egy sima járművet ott járatsz egy jó darabig, és nem fagysz meg, amikor voltak azok a nagy havazások egyszer. Ugye, amikor jöttek az SMS-ek, hogyha elfogy az üzemanyag, akkor üljön át egy másik járműbe. Egy-kettő embernek ez nem volt teljesen világos, aztán utána az ügyésznél kötöttek ki, de most ez csak a vicc része. Na, meddig elég az az egy kilométer fűtés? Visszakeresitek, amikor váltott a 119-re, és most majd beváltja a 118-at. Még bekapcsoltam most, de közben váltott 118-ra. Most még bekapcsoltam ilyen ablakfűtést, hátsó ablakfűtést, minden fűtést, ülésfűtést. Oj, még van olyan, hogy kormányfűtés. Még azzal is pazarljunk. Ha esne, akkor folyamatosan menne az ablaktörlő, és ugye pont elállt az eső. Amúgy a kormányfűtés az egy nagyon fontos extra nekem, főleg nekem fázós kezűnek télen. Tehát ez egy normál motoros autóban is van, belső égési motorosban. Na még azt a 117-et talán megvárjuk. Akarok egy olyan végtelen hosszú videót erről, csak mindenki csak azzal tesztel, hogy hú de jó megy, hú de frankó, hú de környezetbarát, ami ugye elég érdekes kérdés, mert az energiát valahol beletöltöd. Na most az, hogy nem itt a városban füstöl, az oké, de hát erre volt való ugye a füstcsapda, a katalizátor szerűsítő, a DPF-ek, meg ilyenek, hogy az se a városba füstölt, hanem kijebb, ahol kiégette, ahol regenerált. És hát most akkor ennyibe egy gázos autó az mivel környezetszennyezőbb? Ha tegyük fel, itt is
gyakorlatilag mondjuk gázmotorok termelik az áramot, és a gázmotorral termelt árammal töltöd, ugye? Na, 117 egyébként most ebben a pillanatban, hogy kimondtam, hogy töltöd, úgyhogy fogynak a kilométerek alólunk. De akkor mondjátok, hogy napelem. De nem csak napelem, mert azért vannak hőerőművek is, amiket töltöd, meg hát akkor az akkumulátorgyártási technológiája, nem tudom, hogy ez mennyire, meg az elektronikája az autónak, hogy hosszú távon ez mennyire lesz nem annyira környezetszennyező, mint egy sima dízel. Ugye? Ugye az egész, unblock, hogy működik, meg a napelemek, akkor a napelemek azok nem környezetszennyezőek, ahol napelem van a rét helyett, ott már nincs fű, nincs fa, az már nem termel neked oxigént, és miből veszel majd levegőt? Napelemből, áramból rácsatlakozol, és akkor majd nem lélegzel, vagy azért a fű, a fa az kellett ahhoz, hogy fotoszintetizáljanak, szerintem. A napelem se annyira hú de kafa nekem. Addig oké, hogy gyárak, épületek tetejére tesznek, meg minden tetőre kéne tenni, úgy jó, mert hát ezt amúgy is. Miért nem tesztek az autópálya fölé, ami már amúgy is halott? Na mindegy, nem várjuk meg a 116-ot, lehet számogatni, ennyi volt a videó, iratkozzatok fel, sziasztok!